Testi sértés, zaklatás, lopás, zsarolás, ezek mind előfordulhatnak az iskolákban. A nem tudás azonban senkit nem ment fel a felelősség alól. Ezzel a gondolattal kezdte előadását Kovács Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője Nyíregyházán. A Veselényi Miklós szakközépiskola diákjai egy rendhagyó prevenciós órán vettek részt. Az iskolai zaklatás típusait és következményeit ismertették a tanulókkal. Azt tudom nektek mondani, hogy ha valaki egyszer átlép egy határt, nagyon egy erőszakos cselekmény ragadott jön rá, akkor mondom, nagyon nehéz visszatalálni a határ másik oldalára. Éppen ezért ez a fajta konfliktus kezelés, ha lehet ezt mondani, ez a legvégső eset sem lehet. Tehát ha valaki egyszer az élete során egy ilyen erőszakos cselekmény ragadott jön magát, akkor egyrészt, hogyha utána többet nem is követ el, éveken keresztül hordozza magán ezt a bélyeget. A diákok sokszor nem tudják, hogy egy rossz és meggondolatlan cselekedet akár hatósági eljárást is vonhat maga után. A verbális vagy fizikai erőszaknak több iránya is van. A diákok egymás közt, de akár a pedagógus ellen is felléphetnek. Anyagi vonzata is lehet a hirtelen haragnak, ha például a tanulók az iskolai felszerelést rongálják meg. Ez is az erőszakos cselekmények közé tartozik. A diákok érdeklődően hallgatták Kovács Attila előadását. Ők is úgy gondolják, hogy ezekről a témákról is fontos beszélni. Információközlés ez nagyon hasznos nekünk, mert úgy nézve még gyerekek vagyunk, nem tudjuk értelmezni a dolgokat, hogy mit, hogyan csináljunk, és igen, hogy megmondják a példákat, hogy miket tegyünk ezzel, ez ügyben. A pedagógusok közfeladatot ellátó személyek, így még súlyosabb, ha a diákok a tanárokat vagy az iskola dolgozóit zaklatják vagy bántalmazzák. Ez is több tanuló számára új információ volt. A veselényis diákok azonban még nem tapasztaltak ehhez hasonlót. Az intézmény vezetősége jó kezdeményezésnek tartja a prevenciós órát. Nagyon örülünk, hogy ezeknek az előadásoknak a révén egyrészt közvetlenebb kapcsolat alakul ki köztünk, mint iskola, illetve a rendőrség, és a diákok és a rendőrség között. Azt gondolom, hogy a prevenció nagyon fontos, legyen szó bármilyen témáról, nem csak bűnügyi, hanem egészségügyi témáról is, és mindig másként hat, hogy a szakavatott emberek mondják el a diákoknak, mint mi tanáraik. A prevenciós órán elhangzott, a Veselényiben már 4 éve dolgozik bűnmegelőzési referens, akit nem csak a diákok, hanem akár a szülők is felkereshetnek. Iskolai bántalmazás esetén a rendőrség segítségét is kérhetik a tanulók.